Megtelt a Tolnai Magház kiállító terme, idén ugyanis a Kovács Béla alkotásaiból nyílt Színeim világa címet viselő tárlattal vette kezdetét a Bárka Fesztivál. Az alkotó azon szerencsések közé tartozik, akiknek a munkájuk ugyanaz, mint a hobbiuk, bár napjainkban már nyugdíjas, azonban hosszú éveken át szobafestőként dolgozott, és autodidakta módon fejlesztette magát. Zöme, természet, képek, természetet ábrázoló képek, van egy pár modern stílusban készült képen, azt a lányom invitálására csinálom mindig, de én jobban a természetet szeretem megfesteni, állatokat, természetet. Ez a, ami főleg az őszi színeket szeretem, ami nagyon színes, ezeket szeretem festeni. 20 éve kezdtem el ilyen intenzívebben, hát úgy intenzívebben, hogy amikor az időm engedi. Legjobban télen szoktam, mert még mikor dolgoztam, akkor nem értem rá, akkor csak a téli időszakban értem jobban rá, és akkor. Most még csak mikor időm van, akkor ülök le. Szobafestő mázoló voltam, úgyhogy a szakmához tartozik egy kicsit ez a képfestés is, de szeretem csinálni leköt. Jól érzem magam, mikor festem. Janya pusztáról jöttünk ide 65-be Mözsre. Édesapám, amíg oda itt vettek házat, és azóta vagyok ott. És akkor én meg építkeztem itt Tolnán a nehemmel, és akkor azóta meg Tolnai, Mözsi, mindenki, ahol voltunk. Kovács Béla azt mondja, már gyerekkorában is jellemző volt rá a kreativitás. Még mikor iskolába jártam, középiskolába, 505-ös ipari tanuló iskolába jártam. Ott sok ilyen kis plasztikát kellett csinálnom, ilyen pályázatokra, minden a rajztanára, a magtanáru nem hagyott békével mindig, meg a Lázár Pali bácsi, az festőművész volt, az sem. Mindig beneveztek ilyen pályázatokra, az muszáj volt csinálni, mesene. Meg akkor dolgoztam is az 505-ös iskolába, ott meg ilyen tálosokat faragtam, agárdi tálosokat faragtam, festettem. Voltak kollégák agárdiak, és a pincefalugó behoztak ilyen régi tálast, hogy fel tudnám újítani. Hát mondom, ezt már felújítani nem lehet, de valami újat lehet belőle kreálni, egy másikat. És akkor ilyenre megfestem. Leszedtem a mintát róla, sablon csináltam, aztán úgy szépen megcsináltuk, felújítottuk. Legfrissebb portréin bátran használ erőteljes harsány színeket, azonban az őszi árnyalatok állnak hozzá a legközelebb. A legszebb színek abban vannak az őszben, és én a színekkel szeretek játszani, meg élvezem a színeket festeni. Mindegyik szép, aki amelyik tetszik az embereknek, barátaimnak, meg ismerőseimnek, mert a visszajelzések mindig jönnek, akkor az mindegyik tetszik, na, mert az én munkám, meg én csináltam is. Még nekem is tetszik, úgyhogy, mert különben kise raklalma nem tetszene. Ez leköt. Ez úgy elmegy az idő, ha leülök, hogy pillanatok alatt. Jó, élvezem csinálni. Minden vágyam, ez a késes technikára álltam rá, és a Pinteretten van egy öreg hölgy, mindig nézem, ez késes technikával festi a rózsákat. És egyszer már megpróbáltam gyakorolni, mert utána az elejétől végig mutatja, hogy hogy csinálja, és ilyen festőiskolában, és már próbáltam, de hát még nem jön össze, de gyakorolni kell. Hát olyan rózsákat fest, hogy lejönnek a képek, nagyon szépek, és én azt meg akarom tanulni. A Színeim világa című tárlat október 6-áig tekinthető meg.
követően a résztvevők a Dunapartra siettek, hiszen ott folytatódott a programsorozat. Az este folyamán a helyi és környékbeli bandák és a csíkzenekar szórakoztatta a közönséget. Melyik földes úr alatt építették a tolnai templomot, és mikor? Egy-egy jelképes ajándékot nyerhettek azok, akik helyesen válaszolták meg a kvíz kérdéseket. Mi volt a neve azoknak a bárkáknak, amin a sváb telepesek a Dunán tolnára jöttek? A kétnapos bárkafesztivál első estéjén, szeptember 8-án pénteken helyi és környékbeli zenekarok, illetve hagyományőrző egyesületek léptek színpadra. Délután 5 órakor Kovács Béla amatőr festőnek a kiállításával megnyitottuk a bárkafesztivált. Nagyon szép számmal gyűltünk ott is össze, teli volt a kiállítóterünk, és ugye már most itt vagyunk lent a Dunaparton, itt meg fél hétkor kezdetét vette a bárkafesztivál. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület és a Bogyiszlói Zenekar szórakoztatta a közönséget népzenével, és lassan már érkezik a csíkzenekar, elkezdték már a hangosítást, a beállást, úgyhogy fél kilenckor meg kezdetét veszi a 90 perces csíkzenekar műsora. Ezzel készültünk mára, majd utána még a másképp zenekar fogja befejezni a napot. A csíkzenekar után éjfélig tart a programunk, és akkor holnap reggel már 8 órakor kezdünk a halfőző versennyel, illetve a Dunamenti Polgári Egyesületnek a családi napja is becsatlakozott a programunkhoz, úgyhogy népes közönséget várunk, több mint 30 főző csapat jelentkezett, értékes nyeremény fog majd odaítélni a 3-tagú szakavatott zsűri, úgyhogy a főzőversenyt követően 4 órakor találkozunk itt szintén majd a Dunaparton, helyi zenekarokkal, aztán László Attila műsorával, őt követően pedig a Vastag Tamásnak a műsorával, majd a Walking Mama zenekar zárja a Bárka Fesztivált, szintén éjfélig fog tartani a program. Hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, a pikvele lágy kenyeret. Édes volt az anyám tejet, keserű más kenyeret, keserű is, ha volt jó is, néha-néha siralmas is. Gondolom, hogy ennek már van egy múltja, van neki hagyománya. Én még arra is emlékszem, hogy ez nem is Bárka Fesztivál volt, hanem annó még Telen a Fesztivál volt, amikor ez az egész elkezdődött ilyen 20 évvel ezelőtt. Akkor is itt lent a Dunaparton voltunk, nem ilyen szép környezetben, mint most vagyunk, és hát évről évre, és nyilvánvalóan ez a városi lakosság szempontjából is fontos, hogy itt nyáron, nyár végén ki tudjanak mozdulni, és hát nem utolsó sorban, mint kulturális intézményvezető nekünk az a dolgunk, hogy valami olyan produkciót tudjunk idehozni, ami azért elnyeri minél több embernek a tetszését, úgyhogy mi ma is, vagy a mostani hétvégével is így készültünk, úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sok embernek tudunk ezzel a két nappal örömet szerezni. A Bárka Fesztivál programjai szeptember 9-én szombaton folytatódtak. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét.
Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szerdesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Az Altaripa Szabadidőparkban rendezték meg hétvégén az idei Bárka Fesztivál Tolnán. A hagyományoktól eltérően idén, szeptemberben tartották meg a korábban megszokott augusztusi időpont helyett, de ez hangulat és látogatottság szempontjából sem okozott gondot. Szombaton délelőtt két olyan programmal is készültek a szervezők, ahol minden korosztály megtalálhatta a saját érdeklődésének megfelelő szórakozást. A hagyományos halászléfőző versenyre nem kevesebb, mint 33 csapat nevezett, köztük 40-50 fős társaságok is. Tolnai halászlét főzünk, amit azért egy városi kedvenc az embereknél. Ahány bogács annyiféle lesz valószínűleg, főzünk egy erőset, egy csípőset, amit sokan szeretnek. Ha egy vendéget igazán meg akarnak tisztelni a városban, akkor halat főznek neki. Ha valamit nagyon meg akarnak ünnepelni, akkor is. Helybéli becslések szerint az itt élők minimum háromszor annyi halat esznek, mint az országos átlag. Titkos dolgunk nincsen. Ez tolnai halászlé, az a titok benne. Mint ahogy szokták mondani Tolnán, hogy mit főzek, akkor főzzünk halat. Na hát ez van, én tolnai halászlevet. Mözsiek vagyunk, de hát Tolnához tartozunk. Én tolnai halászlevet főzek. A park másik oldalán a Dunamenti Polgári Egyesület gyermekpiknik és családi nap eseményei folytak. Ezen a programon a térségből 15 település képviseltette magát, mintegy 400 résztvevővel. Egyesületünk relatíve fiatal, 2020 őszén alakítottuk azzal a céllal, hogy Szekszárd és térségében helyi közösségeknek kulturális programokat, hagyományőrző programokat, alapvetően a családoknak összetartó közösségépítő programokat szervezünk, ugye a meglévő kulturális értékeinket próbáljuk meg tovább örökíteni. Mindemellett 2021-től egy másik nagyon fontos feladatot is felvállaltunk, egyesületünk a Tolna Vármegyei Civil Központ. Ez röviden azt jelenti, hogy ez a Vármegye valamennyi civil szervezetének ingyenes szaktanácsadást nyújtunk több területen, úgy pénzügyi, jogi, pályázással kapcsolatos területen, közérdekű munkával kapcsolatos kérdésekben, adományozással kapcsolatos kérdésekben. Ehhez egyébként Szekszárdon egy irodát is működtetünk. A gazdag kínálatú gyermekprogramok mellett a felnőttek bográcsolással és jó hangulatú beszélgetéssel mulatták az időt.
Az igazán szerencsés ínyencek pedig olyan különleges ételt is kóstolhattak, mint a vegyes pörkölt képviselő és főispánmódra. Ugyanis Horváth István országgyűlési képviselő és Horváth Kálmán főispán is a szakácsok között volt. Ez egy nagyon komoly kihívás a halászlé főző verseny zsűri tagjának lenni, főleg itt Tolnán, ahol nagy hagyománya van a halászlé főzésnek. Hát azt gondolom, hogy majd összeül a zsűri, és olyan szempontokat fogunk majd meghatározni, amik relatív objektívek. Tehát, hogy milyen a színe, milyen az állaga, milyen a sója, szét van-e főve a hal, vagy nincs-e szét főve a hal. És hát nyilván ezek az objektíven kívül minden főzőmesternek megvan a maga specialitása, ezért majd lesznek valószínűleg szubjektív elemek is. De hát most még én is előtte vagyok ennek a nagy kihívásnak, több mint 30 halászlét kell majd kóstolnunk, végén majd kiderül, hogy fogjuk bírni, és a most elképzelt menetrend ez hogyan fog adott esetben változni, vagy hogyan fogunk ennek megfelelően haladni. Horváth Istvánnak a halfőző verseny zsűrizésére is maradt energiája, Schwebel János és Bajor László társaságában. Az kétségtelen, hogy ez egy nagyon nagy és nagyon sikeres rendezvény a városnak, és nem csak a városban élők, hanem elszármazottak, vagy a környéken élő településsel élők is látogatják a fesztivált. És nem csak a programokban, hanem úgy tűnik, hogy nagyon sikeres az idén a halászléfőző verseny is, hiszen ha jól tudom, 33 csapat nevezett, tehát legalább ennyi bográcsban fő a hal. Tolnának, mint itt a dunamenti településeknek nagyon fontos étele a halászlé, és én kíváncsian várom, hogy ki lesz a győztes, hiszen itt a környéken azért mindenki ugyanúgy főzi a halászlét. A legjobbnak Tóth Balázs főztjét ítélték, második lett Kapfinger Bence, harmadik a Belu csapata. Külön díjat kapott Tiringer János, valamint halpörkölt kategóriában az unokatesó gárdája. Idén is várta az érdeklődőket a szeptember 8 és 9 között megrendezett, már több mint egy évtizedes múlta a Bíró Bárka Fesztivál, mely Tolna város egyik legnagyobb vízparti programja. És nagyon nagy örömmel jöttünk ide Tolnára, erre a mai Dunamenti Polgári Egyesület által szervezett rendezvényre, nekünk nagyon tetszik. Szombat délután Appelszoffer Ágnes polgármester köszöntőjével folytatódott a mulatság, és a már hagyománynak mondható sörcsapolásával, így a nagy melegben a felüdülésre vágyók is felfrissülhettek. Megmondom őszintén, hogy én egy ugye, közösségi ember vagyok, tehát ott, ahol nagyon sokan megjelennek, tegnap este a Csík zenekarnak a koncertjén voltam, nagyon sok kedves ismerősömmel találkoztam, és egy olyan hangulatú koncert volt, hát ami felidézte a ifjúságot, az egész életutamat, és ma pedig a halfőző versenyen a vándorló szépkorúakkal voltam egy csapatban, és hát itt is nagyon jól érzem magam, és most készülök egy sárkányhajós megmérettetésre, mert úgy gondolom, hogy itt mi tolnaiak ezzel a holdunágunkkal, nagyon gazdagok vagyunk, és ezzel a lehetőséggel, hogy most lehet egy sárkányhajózáson részt venni, egy nagyon pozitív dolog. A sárkányhajósok által benépesített Dunapart délután még nyüzsgőbbé vált, ahol a Tolnai Sárkányhajó Klub Egyesület által szervezett hajókkal vitték az érdeklődőket,
így is népszerűsítve ezt a Dél-Kínából származó régmúltra visszatekintő sportot. Egész napos evesztetésen veszünk részt, reggel már két hajóval érkeztünk, 9 óra óta evezünk, szerintem egy 8-10 fordulón már túl vagyunk. Tartottunk rögtönzött versenyeket a jelentkezőknek, nagyon szép számmal látogattak meg minket, szerintem több száz embert evesztettünk a mai nap folyamán. Este még szeretettel várunk mindenkit egy fáklyás evezésre, fáklyákkal fogunk felvonulni a bárka előtt. Sötétedés után fáklyás sárkányhajó felvonulás volt a Holtágon, majd a fesztivál zárásaként újra egy helyi és környékbeli erőkből álló zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt.